ez a Kölcsei Televízió havonta jelentkező állatbarát műsora. Köszöntöm Önöket. Előbb képes ajánló, aztán kezdődik az állati. Baby Boom a Nyíregyházi Állatparkban. Az állatiban számba veszük a tavaszi és nyári időszakban született apróságokat. Az állatparkban a megújult madár bemutatót kaptuk még Lencse végre, és a trauma nem kerül el kedvenceinket sem. Baleset következtében szinte naponta szorulnak állatorvosi ellátásra. A gyógyulási esélyekről az állatorvost kérdeztük. A Nyíregyházi Állatparkban idén is számos állatcsalád kifutójában kopogtatott a gólya. Sorra születtek a park lakóinak kicsinyei. Kis panda, fehérkezű gibbon, vörösvari és vietnámi szikaszarvas is született, de a szezon legnagyobb sztárja kétségtelenül a kis afrikai elefántborjú volt. Kora tavasztól késő őszig hatalmas érdeklődés övezi a Nyíregyházi Állatparkot, nem csak az országon belül, de határon kívül is rengeteg vendég érkezett hozzánk. Minden látogatónak megvan a kedvence, nyilván vannak favorit állatok, mint az oroszlán, a tigris vagy a cápa, de hatalmas érdeklődés övezte a fókasót is. Ám azt vettük észre, hogy a látogatók leginkább annak örülnek, hogy egy-egy új kis állatot tudnak felfedezni az állatok kifutóiban. Az elmúlt időszakban több száz apróság látott napvilágot. Természetesen minden állatkölyöknek örülünk, de hogyha a szülőpár az Európai Fajmegőrzési Program keretében él itt nálunk, az különösen nagy szenzáció a számunkra is. A vörös macska medve, vagy más néven kis panda nagyon ritkán szaporodik zárt tartási körülmények között, ezért is volt örvendetes, hogy a 4 éve nálunk élő szülőpárnak ikerpárja látott napvilágot. A kispandák sajnos a természetben veszélyben vannak, egyrészt az élőhelyek irtása miatt, másrészt viszont az orvadászat miatt kritikusan veszélyeztetetté vált a faj. Alapvetően a kisállatok, bár a nevük vörös macska medve, szürke bundával látják meg a napvilágot, és nagyon esetlenek az első időszakban. Az apróságok első komolyabb orvosi vizsgálata 9 hetes korban történt, ekkor már miniatűr másai voltak a szülőpárnak, viszont hatalmas erővel bírtak már ekkor is, ráadásul Ting-Ting az anyaállat folyamatosan figyelte az apróságok minden egyes mozdulatát, és óvta őket az emberi hatásoktól. A szerencsésebb látogatók már nem csak a szülőpárt láthatják, hanem az apróságokat is, ahogy ismerkednek a külvilággal, de alapvetően a fajra az a jellemző, hogy mivel bambuszfélékkel táplálkoznak, amelynek nagyon alacsony az energia szintje, ezért minden egyes napnak a felét átalusszák. A kispanda, amely Ázsia 2000 méter feletti területein őshonos, különlegesen alkalmazkodott ez a zord időjárási viszonyhoz, hiszen nagyon vastag ajszőrzettel és hosszú fedőszőrzettel rendelkezik, ráadásul a farkát paplanként használja, mikor alszik. A kispandát más néven macskamedvének is nevezik, hiszen macska gyorsasággal és ügyességgel másznak a fák ágai között, és az arcuk pedig leginkább egy bájos macihoz hasonlít. A Nyíregyházi Állatpark kontinensenként mutatja be földünk élővilágát, és az ázsiai élővilágában nem csak kispandák láttak napvilágot, hanem egy tündéri gibbon bébi is született. A fehérkezű gibbonok egy különleges majomszigeten élnek, ahol csupán egy vizesárok választja el a vendégeket az állatoktól. Marita és Muki, a magyar, illetve svéd állatkertből érkezett állat, törzskömi program keretében él nálunk, és ez már 4. utódjuk. Már a kis apró gibbonon is nagyon szépen látszódik a gibbonok testfelépítése, hiszen nagyon hosszú, megnyúlt mellső végtagjai vannak ezeknek az állatoknak. Ennek segítségével akrobatikus ügyességgel tudnak mozogni a fák ágai között. Igazi különleges hangokkal bírnak ezek az állatok, hiszen Ázsia ikonikus hangjairól beszélünk, több mint 44 féle hangot és dallamot tudnak megkülönböztetni a kutatók. Az állatok utalnak az élőhelyükre, utalnak a területükre, utalnak arra, hogyha egy csoporton belül valamelyik állat megbetegedett, de az élelem forrásokra is. Ráadásul ez a különleges dallamvonal, ez öröklődik, tehát később, hogyha a kisgibbon elkerül majd a program segítségével másik európai állatkertbe, akkor nyíregyházi dallamokat fog továbbvinni.
Nem csak a valódi majmoknál, a félmajmoknál is bőséges volt a szaporulat. Az ide látogatók már megszokták, hogy minden évben rengeteg gyűrűs farkú makibébi lát napvilágot, idén is így volt, ez több mint 7 apróság született. Különleges maki dacszövetségben élnek a katták, hiszen az anyaállatok egymásnak a kölykeit is hordozzák, sőt szoptatják is. Nem ritka az ikárpárnak a születése sem, és olykor egy makin akár 4 apróság is csimpaszkodik. Míg a gyűrűs farkú makinál megszokott az éves szaporulat, igazi szenzáció is történt, hiszen a vörös variknál, melyek szintén Madagaszkáron élő félmajon félik, egy 4-es ikerpár látott napvilágot. A vörös varik a legnagyobb félmajmok közé tartoznak, és a kattákkal, vagyis a gyűrűs farkú makikkal ellentétben nem a hasukon, illetve a hátukon hordozzák a kicsinyeiket, hanem fészket építenek a számukra. Mi is először másfél hetes korukban láttuk meg az apróságokat, akkor kezdtek el ismerkedni a külvilággal. A kis vörös varik leginkább apró manócskákhoz hasonlítanak. Természetesen itt is volt állatorvosi vizsgálat, ahol megállapítottuk, hogy 2 hím és 2 nőstény apróság született. Általában zártartási körülmények között 2 kicsi szokott napvilágot látni, ez a 4 apróság igazi nagy sikersztorinak könyvelhető el. Az állatkertek feladatai teljesen megváltoztak, hiszen míg régen csupán a szórakoztatás volt a cél, most már a legfontosabb feladatunk a faj megőrzés. Éppen ezért választottunk egy igazi, különleges és ritka állatfajnak a bemutatását, vietnámi szikaszarvasokat, melyek a tavalyi esztendőben érkeztek hozzánk cseh és lengyel állatkertből. Az egy bikából és a 3 tehénből álló szarvas csapatot az egyik legelzártabb, legcsendesebb kifutóba helyeztük el, mert igen félénk állatokról van szó. A vietnámi szikaszarvas a természetben már kipusztult. Éppen ezért fontos, hogy zártartási körülmények között szaporítsuk a fajt. Számunkra is megdöbbentő volt, hogy már az első évben 3 sikeres szaporulatról tudtunk beszámolni. A kicsik 2-3 hét eltéréssel jöttek napvilágra, és ők már nem annyira félénkek, mint a szülőállatok. Minden idei apróságot hatalmas érdeklődés övezett, de talán a legtöbben az afrikai kis elefántra voltak kíváncsiak. Mi is lélegzett visszafolytva vártuk az apróság érkezését, hiszen az afrikai elefántok vemhességi ideje közel 2 esztendő, 22 hónap. A kisborjú ma egészségesen látta meg a napvilágot. Anyjának nem ez volt az első ellése, hiszen 3 évvel ezelőtt már világra hozta az apróságnak a bátyját, a 3 éves Kitót. Az országban csak itt látható afrikai elefánt tenyész csapat jelenleg 4 tagot számlál, Kwanza az anyaállat, Kitó a 3 éves bátyó, a nemrég született apróság, mely kislány, illetve Buba a fogadott nagynéni. Az apróság apja már Bázelben teljesíti szolgálatait az Európai Fajmegőrzési Program keretében, hiszen egy nagyon jó vérvonalú bikáról van szó, ott is hamarosan apa lesz. A természetben az afrikai elefántok matriarchális csoportban élnek, azaz egy vezértehén és nőstényekbe álló csapata és borjaik élnek egy kifutóban. Tulajdonképpen ezt láthatják a vendégek az állatpark területén is. Itt is a csapaton belül mindenkinek megvan a saját feladata, mindenki tudta ezt a feladatát, kivéve a 3 éves Kitót, a bátyót, aki eleinte nem igazán értette, hogy ki ez az új szerzemény a csoporton belül, de mostanra már ő lett a kishúg legjobb barátja.
évről évre megújul a Nyíregyházi Állatpark madár bemutatója. Idén sem történt ez másképpen. A legújabb attrakció, hogy Morgó a park zöld szárnyú arája, és Amika a sárga homlokú amazon már hangutánzásban jeleskedik. Trénereik kérésére bemutatkoznak, és köszöntik a látogatókat. A Nyíregyházi Állatpark papagáj bemutatójában 10 madarunkkal ismerkedhetnek meg a látogatók. Papesz, ő egy kék-sárga arra, illetve Morgó egy zöldszárnyú arra, ők már nagyon régóta szerepelnek ebben a bemutatóban. Azonban rajtuk kívül rengeteg más madarunk is van, más fajok is szerepelnek a bemutatóban. Van például két csupasz szemű kakadunk, ők egy testvérpár, van egy fehér bóbitás kakadunk, van két harlekin aránk, ők szintén testvérpárok, illetve van egy mexikói katona aránk és egy sárga homlokú amazonunk is. Papagájok között vannak idősebb és nagyon fiatal madaraink is, ennek megfelelően különböző fejlettségi szinten állnak. Nyilván az idősebb papagájaink, ők rengeteg gyakorlatot tudnak, de már a kicsik is nagyon ügyesen kezdtek felzárkózni. Egyébként ezek a madarak 50-80 évig is elérhetnek, tehát még mindenki nagyon fiatalnak számít, de akik már egy picit idősebbek, mint például Papesz, ő már lassan 10 éves, ő egészen sok gyakorlatot megtanult. Vannak olyan madaraink, akik a levegőben hajtanak végre gyakorlatokat, repülnek, karikákon keresztül repülnek, ebbe beszoktuk vonni a látogatókat is, ezt nagyon szokták élvezni. A repülős madarakon kívül vannak olyan papagájaink, akik az asztalon hajtanak végre gyakorlatokat, bukfenceznek, táncolnak, kiskarikákat helyeznek oszlopokra, megpróbáljuk a feladatok betanításánál szem előtt tartani a faj jellegzetességeit, milyen erős csőrük, milyen erős lábuk van, ehhez természetesen rengeteg mászós gyakorlatot is tanítottunk nekik, minden mellett természetesen a játékban is nagyon ügyesek, szoktak kosárlabdázni, szoktak tekézni, tehát elég jó labdaérzékük is van. A játékos gyakorlatok mellett állatorvosi ellenőrzéseket is szoktunk a madarainknak tanítani, ezeket is beszoktuk mutatni a látogatóknak, hogy például hogyan zajlik egy karomvágás, szárnyfogdosás, vagy esetleg, hogyha sérült a madár lába, akkor ezt hogyan tudjuk nekik kezelni. Nyíregyházi Állatparkban a papagáj bemutató tavasztól őszig tekinthetik meg a látogatók. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy télen nem foglalkozunk velük, ellenkezőleg. Télen is, a téli időszakban is rengeteget törődünk madarainkkal. Naponta többször meglátogatjuk őket, kapcsolatot építünk, valamint ilyenkor van lehetőségünk az új gyakorlatok betanítására is. Madarainkat kizárólag pozitív megerősítés útján gyakorlunk feladatokat. Ez azt jelenti, hogy minden jól elvégzett mozzanat után finomságokkal jutalmazzuk őket. Ez az ő esetükben főként olajos magvak, például dió, mogyoró, napraforgó mag, ezeket mind-mind nagyon szeretik. Feladat betanítási ideje nagyon változó lehet. Vannak olyan gyakorlatok, amiket a papagájok megtanulnak egy-két nap alatt, viszont ugyanaz a gyakorlat egy másik madárnak lehet, hogy akár hetekig is eltarthat. Vannak könnyen és vannak nehezen betanítható gyakorlatok a papagájok számára. Nehéz feladatnak minősül például egy hanyatfektetés, mint ahogy a Katikánál is láthatták, ugyanis a madarat egy természetellenes pozícióba kell helyeznem a saját kezemben, ehhez hatalmas nagy bizalomra, nagyon erős kapcsolatra van szükség, hogy ezt az állat megengedje. Ez a
gyakorlat pedig azért fontos, mert így át tudjuk vizsgálni a papagáj egész testét, illetve minden egészségügyi dologra rámutathatunk. Például egyszerű feladatnak minősül egy forgás betanítása, hiszen a legelső lépés, hogy minden madarunknak azt tanítjuk meg, hogy kövesse a mutatójunkat, és hogyha ez már megy, akkor egyszerűen csak egy kört leírok az ujjammal, amit a papagáj követni fog, és készen is lesz a forgás. Évről évre igyekszünk megújítani a Nyíregyházi Állatpark papagáj bemutatóját. Idén sem történt ez másképpen. Morgó a zöldszárnyú aránk, és egy másik madarunk, egy sárga homlokú amazon, Amika. Ők mind a ketten új gyakorlattal rukkoltak elő. Ez az egész onnan ered, hogy egyszer csak hallottuk, hogy ők utánozzák a hangunkat. Lejutalmaztunk, adtunk érte sok-sok finomságot, így egyre gyakrabban fordult elő ez a viselkedés, és már ott tartunk, hogy ha mi kérdezzük Morgóta, hogy hogy hívják, akkor válaszolja rá, hogy Morgó, illetve tudják köszönteni a látogatókat is, sőt, még jó reggeltet is tudnak kívánni. Mi a neved? Morgó. Jó. Az állatorvosi csontsebészet az elmúlt 20 évben olyan intenzíven fejlődött, hogy napjainkban a humángyógyászatban elérhető lehetőségekhez lehet mérni. Míg 2 évtizeddel ezelőtt egy bonyolultabb esetben a gyógyulási esélyek szerényebbek voltak, addig ma már a reménytelennek tűnő négylábú pácienseken is tudnak segíteni az állatorvosok. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok olyan új lehetőség érkezett a szakmánkban, amivel élve sokkal többet tudunk ma már nyújtani a négylábú kedvenceknek. Ilyen például egy új röntgen struktúra, tehát bejött a digitális technológia a szakmánkba, és ma már olyan minőségű röntgen felvételeket tudunk csinálni, amiről 20 éve csak álmodni lehetett vagy tudtunk. Úgyhogy ez mindenféleképpen növeli a diagnosztikának a alaposságát, pontosságát, és ezáltal a gyógyulási esélyeket. De nem csak a röntgen tudom említeni, hanem egy műtőnek a felszereltsége, mind méretben, mind pedig eszközparkban ma már össze nem mérhető egy 20 évvel ezelőtti állapothoz. Gondolok itt altatási technológiára, gondolok itt műtét alatti őrzési technológiára, ami azt jelenti, hogy megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy altatási baleset ne történjen. Tehát minden olyan gép, eszköz ma már az állatorvosok rendelkezésére áll, ami egy humán kórházban is megszokott. Tehát egy folyamatos EKG, egy folyamatos monitorozás műtét alatt, amikor ugye a pácienst nem látjuk, mert le van takarva, minden információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy sikeres műtétet hajtsunk végre. De nem csak ebben az eszközparkban volt óriási fejlődés, hanem maga a kézi eszközökben olyan fúró technikák, olyan csontsebészeti eszközök kerültek ma be használatra, amivel olyan lehetetlennek tűnő eseteket is meg tudunk oldani, ami ma már egy komplikált, akár többszörösen tört esetnek is a sikeres összerakását és a végül sikeres gyógyulást tudunk elérni. A leggyakoribb hozzánk érkező kérés paciens azok az autóbalesetből származó különböző sérülések. Itt sajnos az, hogy milyen típusú törés alakul ki, vagy mi törik, hogy törik, ez tényleg mindig az esete válogatja. Ezt hívják ugye traumatológiának, és ez a területe a szakmának nagyon sok kihívást jelent az általános részére. Ugye ennek van egy jelentős része, hogy érkezik be egy sürgősségi ellátás. Tehát ezeket a pacienseket, ha
ha emberről van szó, mentő szállítja be, azonnali ellátás, nem csak a csonttöréssel kell foglalkozni, hanem egyéb más, ugye a keringés, a légzés biztosítása, tehát itt egy sürgősségi ellátás van, amiben hál' Istennek szintén óriási fejlődés volt az elmúlt időszakban. És ugye itt aztán, hogy az autóbalesetes állatokat rehabilitálni tudjuk, így pedig tényleg nagyon sokszor az állatorvosnak a kreativitása és a sebészi képességei múlik az, hogy egy állat meggyógyul, és hogy milyen negatív vagy milyen visszamaradt állapotokkal kell esetleg élnie, vagy éppen sikerül teljes rehabilitációt elérni. De nem csak az autóbalesetes állatokkal kell számolnunk, hanem van egy olyan, mint az embernél az ortopédia, tehát az állatorvosi gyógyászatban is megjelentek a különböző ízületi, mozgásszervi betegségekkel foglalkozó tudományág is, és ebben is az elmúlt 20 évben óriási drámai változás van. Gondoljunk csak egy tért műtétre, egy tércalaszakadás népbetegségé vált egyes kutya csoportok részére, sajnos a tenyésztői munka negatív hatásai az, hogy olyan fajtákat tenyésztettünk ki, amelyek érzékenyebbek például a térca szakadásra, és egy Rottweiler kutyánál, egy Staffordshire Terrier kutyánál lényegesen több ilyen sérülést tapasztalunk, mint más fajtáknál. Ennek az oka a génekben keresendő. Ezeknek a megoldását ma már artroszkópos műtétekkel, tehát minimális invazivitással, minimális műtéti sebekből tudjuk ma már megoldani, ami az állatorvosi műtét annak tulajdonképpen a krémjét jelenti. Egy óriási paciens réteg még, hogyha beszélhetünk itt a csontsebészet, csontgyógyászat vagy csontokkal fellelhető problémákról, akkor meg kell említenünk a fiatal növendékállatokat, illetve a tenyészállatokat. Tehát akiket később tenyésztésre választunk ki, és egy-egy fajtának a reprezentatív egyede szeretne, hogy legyen. Miért is? Azért, mert a fiatal növendékállatoknak intenzív a csontnövekedése, és itt nagyon sok probléma alakulhat ki, akár a tartási problémák miatt, akár az etetési problémák miatt, de akár tenyésztési problémák miatt is a betegség, amely genetikai okokra vezethető vissza. Ezeknek a idejében való felismerése, és aztán a megfelelő kezelése döntő az, hogy egy állat hogy éli az életét. Mert egy fiatalkorban szerzett csontdeformitás, sérülés, a sajnos az egész életét befolyásolhatja egy állatnak. Tehát itt fontos a korai diagnosztika, és ugye itt segít például az új típusú röntgengép, amelyeket említettünk az elején, hogy a diagnosztika és a finomabb apró elváltozások észrevétele nagyban hozzásegít ahhoz, hogy ezeket az eseteket már idejében szűrjük, és megfelelően gyógykezeljük. A tenyészállatokra visszatérve pedig itt fontos, hogy az egyéves kor környékén meg tudjuk ítélni, hogy az az állat, akit szeretnének tovább tenyészteni, alkalmas erre. Mert hogyha a csontozata képe alapján alkalmasnak ítéljük, tehát nincs genetikailag kódolt betegsége, akkor mi útjára engedjük, és a tenyésztésre javasoljuk az állatot. De hogyha nem, akkor pontosan a későbbi generációk védelme érdekében és a gazdák védelme, akik később gazdái lennének ezennek a kutyának, a kölykeinek, azoknak a védelme érdekében inkább szűrjük is ki abba az állapotba azt a genetikailag beteg állatot, aki sajnos olyan betegséget hordoz, amiből később baja származhat a kölyöknek, és megkeseríti egy családnak, meg az állatnak az életét is, és az őt gondozó családnak az életét is. Tehát itt nagyon fontos, hogy idejében elvégzett szűrővizsgálatokat elvégezzük, és a megfelelően kezeljük a későbbiekben. Egy-egy paciensnek az életminősége nagyban függ attól, hogy a gazda mennyire
él együtt harmonikus kapcsolatban az állatával, és mennyire tudja a jelzéseket, különböző információkat helyén kezelni, és megfelelő megoldást megtalálni. Itt arra gondolok, hogy egy kisebb sántítás, egy kisebb jel, tünet, elváltozás, az sokszor egy nagyobb problémának a kezdete lehet. De lehet, hogy egy banális semmiség. Ezért fontos az, hogy a gazda megfelelően gyűjtse az információkat, tudjon konzultálni az állatorvossal, és hogyha kell, akkor a diagnosztika és a szike fogja megoldani az adott problémát. Tehát a csontsebészet, amiről beszéltünk eddig, nagyon sok lehetőséget ad, akár fiatal kutyáknak a kisebb növekedésből származó elváltozásának kezelésére. De nagyon sokszor nem kell a szikéhez nyúlni, hanem egy megfelelő táplálás, megfelelő táplálékkiegészítőnek a választásával tudjuk biztosítani azt, az optimális felnövekedést, vagy akár az aktív 1-től 6 éves korig az aktív éveknek a biztosítását, de gondolhatunk itt a szenyorkorra, ami 6-7 éves korban köszön be egy kutyánál, hogy itt is egy megfelelő, jól kiválasztott táplálékkiegészítővel tudjuk az egészséges csontműködést, az egészséges izületműködést és az egészséges életet biztosítani. Önök a Kölcsei Televízió állatbarát műsorát látták. Állatival legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra és kedvenceikre. Viszontlátásra!